Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király pedig a parancsnok is szemle mai adás a Szendi Romulusszal, aki altábornagy és a ma korábbi honvédvezérkari főnök. Itt van velünk a vonal túlsó végén, szervezt köszönjük, hogy fogadod be a hívásunkat annak ellenére, hogy itt az előző adásban csináltunk a hadsereg felépítéséről egy kiváló videót, még mindig belebonyolódtam kicsit a titulusodba, de ígérem, hogy meg fogom tanulni. Viszont a hallgatóknak ezúton is ajánljuk azt a felvételünket, ez egy előadás és nagyon jó visszajelzéseket kapunk róla, megtalálják a videónk leírásában a linket, és volt benne egy apró baki, ezt most helyre így, így van, így van, tehát én sajnálom, én kérek és mindenkitől, skandináv országokat összekevertem, Svédországot Norvégiával, és a Norvégia nem volt annyira deklaráltan semleges, de a lényeg az, hogy a, a, a stratégiai dilemma az továbbra is él. Nem gondolom, hogy a semlegesség az nekünk megfelelő lenne, hiszen látjuk, hogy ha nem garantálják a nagyhatalmak folyamatosan, akkor a semlegesség nem ér semmit. Érdemes tehát megnézni ennek fényében a videót. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, ezzel is tudják támogatni a munkánkat, és akik feliratkoznak, folyamatosan kapnak értesítéseket az újabb és újabb videóinkról. Most pedig bele is vágnánk, ugyanis nagyon drámai dolgok történnek. Korlátozott szárazföldi támadást indított Izrael Libanonban, ami Washington szerint egy szélesebb körű regionális háborút válthat ki. Arról értesítette Izrael az Egyesült Államokat, hogy korlátozott szárazföldi inváziót szendékozik indítani Libanonban, annak érdekében, hogy hazakö annak érdekében, hogy hazaköltözhessenek az izraeli lakosok végre a településekre. Mit jelent a korlátozott szárazföldi támadás? A korlátozás az időben vagy területre lehet, tehát nem akarja teljes Libanont elfoglalni, de azt jelenti, nem akarja a Libanon felett átvenni a, a politikai e, irányítás, politikai vezetést. Ő ő úgy korlátozott, hogy azt a területet akarja demilitarizálni, ami veszélyt jelenthet Izraelre. Igazából itt, itt ez ezt jelenti, és még időben is, tehát nem, nem, nem megy a, a fővárosig, hanem neki ez a célja, ezzel ezt deklarálja, hogy még egyszer, tehát nem kívánja a Libanont Izraelhez csatolni, nem kívánja megsemmisíteni. ő neki az a fontos, hogy onnan támadás nérjen. És ez ez egy, ez egy várható reakció volt miután a, a Hamas gázában ugye egyre jobban sikerül felszámolni. Ott is még teljes siker, de, de látjuk, hogy a, nem sokára itt van az évforduló, október 7. és nyilván a, az évfordulón az izraeli társadalom meg fogja kérdezni az elnököt, hogy nem mit sikerült egy év alatt. Tehát egy, egyfajta ilyen nyomás biztos, hogy van az a, a izraeli végrehajtó hatalmon, és nem akarja még egyszer azt a hibát elkövetni, hogy nem tudja pontosan, hogy mi történik a határ közvetlen közelébe, tehát gyakorlatilag meg akarja akadályozni azt, hogy a szárazföldi módon akár csak egy pár száz terrorista az betörjön Izraelbe, és ott hasonló dolgokat csinálja, mint amit tett a Hamas, a, ugye a gázai határon. De ez egy megelőző csapás, ugye erre felhívták a figyelmet korábban, hogy ezzel élni fog, ő, ő, ő biztosítani akarja azt, hogy, hogy onnan még egyszer támadás nem lép. Ezért iktatja ki a vezetőket is. Egy biztos, most a Hezbollah biztos, hogy van egy, egy megállás. Sok vezetőt iktattak ki, deklarálta Izrael, hogy tud a Libanon mélységébe precíziós csapásokat végrehajtani. Ez nyilvánképpen mindenképpen elgondolkodtatja a Hezbollahot, de szerintem nem téríti el. Tehát be tud menni Izrael, ha akar, Libanon dél, vagy izraeli északi területre, azért, hogy, hogy legyen neki is egy olyan, olyan buffer zóna, hogy hogyha bármifajta szárazföldi művelet van az időben lássa. Kiebb túlja így a rakéta indító állásokat is, hiszen a kevés nagy hatótávolságú rakétája van, ehhez inkább a, a, a rövid hatótávolságúakkal pusztított eddig is Izraelt. Viszont hogy mi lesz a reakciója egyébként a, a közel-keletnek, azon belül Iránnak? Mit, mit fog ez hozni a, a, az arab világban? Hiszen precíziós csapások katonai szempontból, ha nézzük, amiket Izrael végrehajtott, na de százával halnak meg gyerekek, nők. Itt Libanonban is? Itt Libanonban is deklarálták, most ugye csak a nyílt információt tudunk támaszkodni megint, nők és gyerekek is vannak meg, mert, mert mit csinál a Hezbollah? A lakóépületekbe uh, alakítja ki a saját vezetési pontját. Sőt, ugye vannak hírek, hogy kilövőállásokat is tettek a, a lakásokba. Tehát a rakétai indítási helyeket is gyakorlatilag beépített területen normál lakásokból hajtják végre, vagy raktároznak. Erre mondta ugye Izrael, hogy aki ilyet csinál, az gyakorlatilag hadviselő válik, és ő nem válogat. Izrael szempontjából érthető, humanitárius szempontból nem nagyon. Mert nem biztos, hogy azoknak az embereknek egyébként van választása, hogy az ő házában most a Hezbollah betelepül, vagy nem. Őnek ilyen innentől kezdve az a kérés, hogy kiöli meg hamarabb. Hogyha ez most a Hezbollah lesz, aki kiiktatja, vagy Izrael. De, De hát ugye a közel ez az óriási tragédia a gázai vezetben is, illetve Libanonban is, hogy fogjú ejtik terrorszervezetek a társadalmat, és ugye Izraelnek meg azon kell mérlegelnie, hogy a saját állampolgáraikat ülik meg a csapásban, vagy ha meg megelőző csapást mér, akkor azt hogyan, és, és nincs jó döntés ezeknél a háborús részeknél. Ez, ez így van is, tehát ezért nem lehet katonai módon ezt megoldani. Most nagyon sok Hezbollah vezetőt újra kiütöttek, de látjuk közben, hogy az Egyesült Államok pedig Szíriába hajt végre csapásokat, mert ott, ott újra felütötte a fejét a, a, az iszlám állam, újra felütötte magát. Tehát a kalifátus, amit szoktam mondani, eszméjét, azt, azt nem sikerül kiütani. És lehet egyébként hát, az, hogy pont ezek a közelkeleti keleti műveletek még fel is erősítették a kalifátus eszméjét, meggondolatát? -e? Abszolút, tehát nem csökkent a, a gyűlöletben élők száma ezekkel a csapásokkal. Uh, hiszen, ahogy mondtuk, valakit kényszerítenek arra, hogy adja a lakását, hogy ott vezetési pont legyen, de valaki felajánlja. Tehát, akinek a családjában, ismerettség körében gyerekek, nők halnak meg, annak Izrael az ördög lesz. És utána mindent el fog követni annak érdekében, hogy ő is valami fájdalmat vagy revansot vegyen Izraelből. Ez a másik oldalon is hatványozottan igaz. És az a baj, hogy ezek a katonai csapások, és ezt csak eszkalálják. És a nagyhatalmak látom, hogy próbálják hűteni a kedélyeket, de, de annyira forró, hogy szinte lehetetlen. Ez egy nagyon hosszú időszak, de egy nagyon hosszú tűzszünet kellene ahhoz, mert megoldani nem fogjuk rövid időn belül, egy nagyon hosszú tűzszünet kellene ahhoz, hogy, hogy ne szülessen, ne legyen több olyan ember, akiből a gyűlölet vélt vagy valós indokok miatt ennyire ég. Mert ő keresni fogja. Ekközben az izraeli hadsereg zárt katonai övezetté nyilvánította a libanoni határ közelében lévő területet, és egyértelművé teszik, hogy szigorúan tilos belépni erre a területre, és egyébként meg az USA kijelentette, hogy Izrael egy önvédelmi háborút folytat és mindenben támogatják. De mire számítasz, mi fog történni ezen a területen, hiszen láttuk, hogy a gázai jövezetnek a rendbetétele az lassan egy éve tart, és azért még mindig nem lehet százszázalékos eredményekről beszélni. Nem, majd hasonlóan hosszú lesz szerintem, mert Libanonban erre a terep is teljesen más. Tehát a beépített terület az is egy nagyon nehéz e, feladat, de itt még hegyek is vannak. sok, és ne, ne, ne majd a laposak, nem olyan laposak, nem olyan alacsonyak. Tehát e, itt az a, a szemben álló félnek e, embusokat, lesállásokat végrehajtani, elbújni, lesből támadni, ami ugye a, a terrorszervezeteknek a, a, a alapvető stratégiája az menni fog. Az, menni fog. Nyilván Izrael már bizonyította, hogy ettől nehezebb telepen Gázában is képes ezt végrehajtani, viszont biztos, hogy időbe telik. Az, hogy mennyi veszteség lesz mind a két oldalon, azt nagyon nehéz megjósolni, de, de biztos, hogy nagyságrendileg el fogják élni a gázai. Miért? Mert a Hezbollahnak a szervezete az a valószínűleg nagyobb most, mint, mint a Hamas, vagy a Hamasé volt. Úgyhogy a, ott, ott, ott súlyos harcok lesznek. A kérdés az ott is, hogy az utánpótlás hogyan tudják megvalósítani. Tehát lesz -e elég fegyver, lesz -e elég lőszer, lesz-e precíziós eszköz, fogják-e támogatni, lesz -e erre költségvetés Libanonnak és a Hezbollahnak. Tehát a, ugye nem, nem csak a fegyverek beszélnek ilyenkor, hanem a teljes dime, amit az előadásban is elmondtunk. Egyébként ezzel kapcsolatban érkezett kérdés is majd be fogom olvasni, Üh, viszont még akkor ide az izraeli-libanoni konfliktushoz, hogy ugye kiiktattak Hezbollah vezetőket. A csipogók felrobbantása miatt a középvezetők nagy része is lehet, hogy még lábadozik. Ez befolyásolhatja a hadműveletet, hiszen ugye döntéshozó meg kell. Tehát ilyenkor azzal, hogy például a Nasrallah úr visszaadta a lelkét a teremtőjének, akkor azonnal van már más, aki átveszi, és azonnal ugyanúgy dönt, meg középvezetői szinten, aki mondjuk a logisztikai vezető volt, de éppen kórházban lábadozik, mert felrobbant a csipogója, akkor azonnal van a helyette, vagy itt most van egy zavar, amit viszont Izrael időablakosan ki tud használni. Van helyette, biztos, hogy van helyette, kérdés, hogy milyen szintű, a tudása tapasztalata, mennyire fogadja el a szervezet. Ezért időzítette, építette fel ezt Izrael a katonai szempontból nagyon jól, hogy kiiktatja a vezetőket, nyomás alatt tartja, és addig, amíg az új vezetők nem érik el a magabiztosságot, akkor indítja meg a szárazszörnyi támadást, tehát ez mindenképpen, hogy a vezetés sikerült megbontani a vezetés egységét a szemben álló a félnél. Ez biztos, hogy sikereket fog okozni az elején, aztán hogy, hogy fel tud-e ébredni Na, a Hezbollah. Tényleg olyan helyettesítő személy van, aki, aki 100 tudja helyettesíteni a kiítatott személyeket. De ez, ez majd az idő dönti el. Ugye mi mindig azt mondjuk, hogy, hogy nekünk mindig olyan helyettes kell, aki tényleg, ha belép, vagy ki kilép valamilyen módon a parancsnok, akkor azt tudja folytatni. Nem mindegyik kultúra ilyen. Van, van ahol a elvűség, pont azt mondja, hogy a helyettesen legyen gyenge, mert akkor nem veszélyes rám. <laughs> ezt, ezt a Hezbollahnál innen én nem tudom felmérni. Biztos, hogy van ilyen is, is olyan is. Egyébként az Egyesült Államok azt kérte Izraelt, hogy legyen korlátozott a behatolás, de hogy még egy korlátozott csoportos művelet is szélesebb körű regionális háborút válthat ki. Izrael pedig közölte, hogy akkor a 2006-os háborúval ellentétben a szárazföldi művelet célja katonai célpontok megsemmisítése, és nem pedig a terület elfoglalása. Igen, csak ugye hát a terület elfoglalása nélkül a katonai célpontokat ott, ott nehéz lesz. De persze ezt deklarálni kell, de szóval ellenőrzésre el kell akkor vonni településeket, tehát falvakat, városokat ahhoz, hogy a katonai, tehát mondjuk egy döntéshozói objektumot el lehessen foglalni? Én lesz, mert, mert ugye látjuk, hogy eleve felhasználják a civil infrastruktúrát. Tehát ha ezt a ha, munkahelyhez ha volatnak, akkor bemegy a településekre. És gyakorlatilag ugye pajzsnyit használja a, a civil embereket. És akkor itt jön Izraelnek majd az erkölcsi része, hogy, hogy hol, milyen csapásokat. Hiába katonai célpontokat akar támadni deklaráltan, ha, ha, ha nincsenek izolált laktanyák a puszta közepén is, és csak az, hogy akkor kénytelen lesz valahogy ellenőrzés alá vonni a, a teljes területet. Az, hogy egyébként a közel-kelet Párizsaként emlegetett Beirut és Libanonban ilyen zajlik. Az mit vált ki a lakosságból, akikről azért azt hallom, hogy így, hogy be vannak oda szorulva, azért nem feltétlenül lelkesek a hezbólak miatt se, és nyilván szenvedni fognak Izrael támadása miatt is. Ők ott maradnak, elmenekülnek, esetleg harcolnak. Mire számít az a következő idő? menekülni fog ilyenkor, mindig a menekültek száma megemelkedik. Erre kell itt figyelni nekünk Európában is egyébként mert akkor a menekültek között sokfajta embere lehet. Ezért jó szerintem a mi menekülpolitikák, hogy be lehet jönni Magyarországra, hogyha betartják az európai és a, a magyar jogszabályokat. De, De ilyenkor ha az ajtól jönnek be és kopogtak. Hát így, a Nem a kerítésen Végig mennek az ellenőrzésen, ahol el tudják dönteni, hogy ez nemzetbiztonsági kockázat Magyarországnak, vagy Európának, vagy nem. Mert nyilván azért az adott városokat azért igyekszik megosztani a mindenki, aki ezen a területen él. Uh, Úgyhogy biztos, hogy lesz egy menekült hullám, de, de valakinek nincsen rá lehetősége, hogy meneküljön. Ő, ő csak azt tudja csinálni, hogy arrébb megy. Jó esetben. Libanon belter. Uh, ugye maga az illegális migrációhoz is pénz kell. És most hiába adja el a házát, kiveszi ott meg. Biztos van valaki, aki majd azt mondja, hogy adott esetben ez még, még szerencse is lehet. Ne, és utána mihez kell? Rászólott is a családok jó nagyok. Tehát az egész családot vinni, az még többbe kerül. És utána élni valahol máshol, az még többbe kerül. Úgyhogy, úgyhogy nyilván van, egy, van egy külső migráció ilyenkor, meg van egy belső migráció, ami kérdés majd, hogy a Libanon hogyan tud kezelni egyébként az országhatáron belül, kap-e segítséget majd a segélyszervezetektől, a nemzetközi szervezetektől, akár az ENSZ-től, hogy nyilván ez egy, egy, ez egy humanitárius vészhelyzet lesz ott, ezt tudják kezelni. És itt jön az, a kérdés, amit te mondasz, hogy, hogy vajon a, az ott élő emberek azoknak az a gyűlölet nagyobb a sok halál miatt, hogy még mindig Izrael tokolják, vagy azt mondják, hogy drága helyzból, menjél már valahova máshol egy másik országból próbálnak támadni, vagy el. Mi van, ha azt mondják, mert jelenleg ugye náluk van a fegyver, náluk van egy csomó erőforrás, a kormány egy részét is fogja, nem is tudom, hogy lehet -e ezt mondani, de hogy ott vannak a kormány egy részében is, tehát hogy nagyon nehéz ez. Nagyon nehéz, tehát e, e, erre nem fogadnék most, ugye a libanoni társadalom az, az elzavarja Hezbollahot. Erre nagyon kicsi most az esély. E, még egyszer a, a sok sérült és halott miatt, másrészt ugye a, a teljes állami közgatásból beszivárogtak, e, és a hatalmi pozíciókat foglaltak el, harmadrészt az erőszak és az azzal való fenyegetés az egy, az egy élő dolog ebben a térségben. Tehát kétszer meggondolja, hogy hogyan tud tovább élni, még akkor is, hogyha ők azért a, a halálról más gondolnak, mint mi itt Európában, az ő vallásukban ugye más jelent. Uh, és máshogy juthat a, a mennyországba, mint ahogy az a, a, a mi uh, értékítéletünkben megvan. Úgyhogy nagyon nehéz helyzet, és ugye azért lehet regionális, mert nem tudjuk, hogy a többi iszlámország uh, az hogyan fog reagálni. Az arab társadalom megosztottsága az ezzel megszűnik, vagy, vagy tovább erősödik. Ugye erre mondja Robert C. hogy például Nesrelle kilövésekor a szunita világ kifejezetten üdvözölte, vagy lelkes volt a siták, meg nyilván elég mérgesek voltak. Így, így van, és akkor itt jön, hogy a iráni Szaudarábia hogyan fog reagálni plastikusan is, tehát nyilvánosan is, meg utána a függöny mögött, igen fognak csinálni, ugye, mint a képek határozó ország ebben a térségben, aki gazdaságilag is, és fejlettségi szinten is, de, de a kicsiket sem szabad. Bocsánat, egyébként úgy tűnik, hogy ki akar maradni ebből a történetből. Ott, ott, is lehet egy olyan rezsimváltás bármelyik irányba, hogy, hogy mégiscsak állást foglal. Jemenben eleve gondolom. Igen, ott, ott a huszik állást foglal. Katal próbál lenni ugye a mérleg nyelve, tehát ő, ő, azért igyekszik megtenni mindent, hogy, hogy béke legyen. Miért? Mert ő megérti, hogy a térségben gazdaságilag akkor tud fejlődni, hogyha rend van. Ha nincs rend, akkor az egyébként az nem jó senkinek. Mert a hosszú távon az, az, az csak magát. Úgyhogy inkább ez a nagy kérdés, hogy a, hogy a térség hogyan fog reagálni. Ugye Irán továbbra sem reagált, még az ő területének elvégzett akcióra sem tudott érdemben reagálni. Én úgy látom, hogy ő is kivár. De hogy meg fog történni valami, az borítékulatú. Azt nyilatkozta egyébként a Hizbola főtitkár helyettese Naim Kassem hogy a a fegyveres mozgalom készen áll az izraeli csapatok esetleges szárazföldi hadműveleteire. Gyakorlatilag először szólalt meg ő Daszre Lehalála után. Viszont felmerül a kérdés, hogy itt milyen épességei vannak a Hizbólának, tehát hogy mivel rendelkeznek ők gépesítés és ember tekintetében? Ó, azt a... elég nehéz megmondani. Jó, már csak azért is, mert amit tudok, az egyrészt minősített, a, amit meg nyíltból, olvasunk abból, meg nem derül ki, tehát az, az, az meg tele van feltételezéssel. Akkor máshogy kérdezem, mondjuk a e, a, ala... ha mez... Igen, Ak a, a, alapvetően a, a gerillaharcra rendezkedtek ők be, vannak más eszközeik is, de ők alapvetően a könnyű gerillaharcra rendezkedtek be, tehát a, magának a hezbollaknak nincsenek tankhadosztályai. De ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk akkor nincs az, hogy egy harckocsi oszlop egyszer csak megjelenik, és akkor... Páncélozott eszközeik nyilván vannak, de az a klasszikus harckocsi hadosztály, vagy dandár, azzal nem nagyon rendelkezik a hezbollah. Ez nem jelenti azt, hogy alá kell őket Hiszen látjuk, hogy milyen hatásokat tudnak elérni, akár a páncélosok ellen is. Úgyhogy a, tudod, a harmadik pont, a ellenséget, már a képességeit, ez mind a két félre vonatkozik, és Izrael azért ebben elég jó lett. Ugye láttuk azt a gázai hogy itt tényleg ilyen házról házra járt az izraeli hadsereg, és úgy próbálták meg felszámolni a hamas több-kevesebb sikerre. Ez várható Libanonban is? Na meg dombról dombra, helyről helyre, völgyről völgyre, és településről településre. Ott azért lesz egy picit nehezebb. Kíváncsi leszek, hogy egyébként, hogy az ENSZ hogyan fog reagálni erre. Ugye, mert voltak ilyen nyilatkozatok, hogy semmi más nem kér ugye Izrael, csak ugye az ENSZ határozatnak a betartása, ami azt jelenti, hogy ott kéne lenni egy ilyen demolitizált zónának. Na most a kék sapkások ott vannak, magyar katonák is vannak egyébként a térsében, akik ezt próbálják fenntartani. Ez az UNIFIL misszió. Hát igen, én jártam ott, és hát több, mint érdekes az a küldetés, hiszen országot nem akarok megnevezni nem, nem akarom őket blamálni, interneten egyébként megtalálható, hogy, hogy azon a területen az Hezbollah az úr. És ebből az Unifilnek Kár... a célja, az a Hezbollah felszámolása lett volna, nem? Nem is a felszámolása, mert, mert az, hogy ott ne történjen olyan hatásértés, ami ugye befolyásolja a, békét negatív irányba. Ugye ez a kékszakásoknak az alapvető dolgot. Na de, de megtörtént az, hogy, hogy, hogy megy a járőr, nem a magyar járőr, egy másik járőről van szó, és az egyik katon az autóból fényképezett. Ezt meglátták a Hezbollah aktivistái, igazából. üldözték utána a járművet, vissza a bázisig. A bázisparancsok nem engedte be, hiszen a Hezbollah akkor már körülvette, és gyakorlatilag rágyújtották az autót a nemzetközi járőre. És ez végignézték. Közben persze hívják a Libanoni erőket, azok vagy megérkeznek, vagy nem, de inkább csak később, de, és utána a, tudtuk bemenni a bálisra. de ezért itt jól megmutatja a Hezbola, a Libanon, meg még a nemzetközi erők viszonyát. Abszolút, abszolút megmutatja. Tehát, hogyha ha, ha nem azon az irányon mész, amit előre megmondtál, letérsz róla bármi miatt, akkor ott a Hezbola azonnal körülvesz, összetörő az autót, kivesz az autóból mindent, fegyvert, lőszert, ami, amit talál, nem hoztál a kék sok ellen, de uh, mutatja, hogy ezen a területen tetszik, nem tetszik én vagyok az Úgyhogy a, 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 ez katonai szempontból a, a, a békefenntartóknak, ez, ez egy nagyon nagy kihívás, hiszen ő, ők pedig nem eszkalálhatják ezt. Tehát, tehát nyilván van hogyha hogy fel tudnák venni a harcot, de akkor gyakorlatilag az teljesen akkor vége lenne. Úgyhogy uh, eddig is a borotvai táncoltott a történet. Hogy most mi lesz, hát nyilván, hogy, hogyha Izrael megindítja a támadást, akkor a kék sapkásoknak onnan ki kell jönni egy kicsit, lép kellene menni. Hiszen, hogy a, ha a zónát hirdetett, akkor a, ott, a kék sapkásoknak nem nagyon van hely. Miért? Mert nem tud beavatkozni. Mert melyik oldalon avatkozva be? Ő neki nem ez a dolga. Ő, neki az a dolga, hogy, hogyha fegyverszünet van, vagy, vagy, béke van, akkor ezt, ezt a, a demilitarizált zónát ezt legyen képes fenntartani. Akkor most ide kapcsolódva beolvasnék egy kérdést, ez egy kicsit ide kapcsolódik, kicsit meg az előző előadásodhoz. Azt írja a kedves hallgatónk, hogy Rosin Szendi Romulus előadásában elhangzott, hogy a végrehajtás a haderő dolga, a hogyan a katonák dolgozzák ki, de a politikai vezetéstől kell engedélyt kérniük, ha a DIME katonaságon kívüli spektrumát érinti. Például diplomáciai bonyodalmat okoz egy célpont túl durva kiiktatása. Hol van a határ? Ha egy izraeli nagykövetség felrobbantására egy a parlamenti képviselő ráüti a bélyegzőt, hogy mehet, az már legitim célpontát teszi az embert. A, a, képviselő nem. A képviselő nem tud ráütni. Itt, itt a végrehajtó hatalomnak a vezetőjének van joga arra. Ugye a hierarchikus rendszerbe épül fel általában, nyilván a Hezbollah az gyakorlatilag nem állami szervezet, hanem ő máshogy működik, de a lényeg a lényeg, hogy a normális esetben ugye ez a, a végrehajtó hatalmak is azért mondom így, mert nem mindenhol a miniszterelnök. Van, ahol elnöki rendszer van, valahol fél elnöki rendszer van. Ez a lényeg, hogy aki a végrehajtó hatalmat vezeti, annak a felelősségre a szakminiszteren keresztül ugye irányítani a haderőt. És mivel nem csak politikai, hanem gazdasági, információs, kereskedelmi, energetikai problémát is okozhat, de ennek a legfontosabb részétként a politikai, ezért kell neki mérlegelni, látni a nagy képet, hogy igazából mi fog történni. Ha jóvá hagyja a pecsétet, akkor az közben a szembenálló félnek legitim célpont lehet. De háborúban egyébként nem nagyon olyan, hogy legitim célpont, azért ezt látjuk. Tehát az a régi Genfi egyezmények, a régi lovagias magatartása, a 21. századi hadviselésben ez, 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 ezzel már sajnos senki nem foglalkozik majd csak a háború végét követően a nemzetközi bíróságok, amiket általában úgy szoktuk mondani, hogy a győztesek vezetnek. Előfordul azért az, hogy, hogy a, 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 szemben álló felek a, a fegyveres konfliktus alatt is folytatnak le azért eljárásokat a saját katonáikkal szemben. Ez nagyon fontos egyébként a saját belső morál fenntartása szempontjából, és nagyon fontos a társadalom, a saját társadalom további támogatásának megtartása szempontjából. Tehát, hogyha kiderül, az teljesen névnéltül, hogy a, a, az egyik szemben álló fél gyerekeket gyűjt össze, mészáról és erőszakol meg bosszúból, és ez a saját társadalmat elpírítheti attól, hogy folytassák a háborút. Ezért kell néha, amikor ezek az esetek kiderülnek, akkor a saját katonák ellen is lefolytatni azokat a bírósági tárgyalásokat még egyszer a saját katonák belső motivációja fenntartásából, illetve a saját társadalom megtartása szempontjából kiemelten fontos, nem beszél ugye a nemzetközi jogról. Meg hát például, hogy ha egy ország vezetője nem folytatja le ezeket a tárgyalásokat saját maga, akkor lehet, hogy a nemzetközi büntetőbíróságon őt magát teszik felelőssé az hogy... Idáig ritkán jutunk el egyébként, tehát azért nagy vezetőket a ritkán látunk a nemzetközi bíróságon. Ez ugye a nyugat-balkáni háborúnál fordult elő, hogy sokáig keresték és próbálták az ország vezetőjét is a nemzetközi bíróság elé citálni. Jó sokáig tartott, mire megtartották, jó sokáig tartott a tárgyalás és ez Nürnberg után először fordult elő. Na akkor még egy ilyen Libanonhoz kapcsolódó kérdés. Tisztelt Ultrahang, szuper a műsor és a csatorna, gratulálok hozzá. A kérdésem a felrobbantott csipogókkal kapcsolatos. Ha ezt meg tudta csinálni valaki, hogy túlhevítették az akkumulátort és felrobban, nem lehetséges ez a mobiltelefonokkal és köszönöm a válaszát, szép napot Péter. A technikai részét én nem teljesen értem, mert nem vagyok mérnök. De megfigyelő tudni vélik, hogy nem csak az akkumulátorok robbantak, hanem ebbe a robbananyagot is sikerült azért beletenni, hogy még nagyobb legyen a hatás. Láttunk már akkumulátort elpukkanni, a régi kondenzátorok is elpukkadtak a számítógépekbe, de az nem gondolom, hogy ha, ha, okozhatna olyan hatást, hogy, hogy valóban emberek halnak meg. Itt nagy valószínűséggel úgy voltak előkészítve ezek az eszközök, hogy valóban egy csekély mennyiségű plusz robbanóanyag is, 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 volt az eszközben. És ez azért érdekes, hogy ha a volt, ha ellenőrizte is, akkor nem vette észre, hogy milyen fajta a robbanóanyagot sikerült beletenni ezekbe az eszközökbe. Nyilván nem volt ez. ezek gramokról beszélünk, de látjuk, hogy a szemnél, az ágyéknál, azért ez olyan hatást tud elérni, hogyha nincs rajta a védőfelszerelés, hogy nem csak sérülés, hanem halált is okozhat. Egyébként azért érdekes, mert a hírek szerint nem csak csipogók robbantak fel ebben az időben, hanem háztartási gépek is, amelyeket akár régebben szereztek be, és akkor itt megindult a találgatás valóban arról, hogy kell-e ehhez robbanószer, vagy elég a lítium akkumulátort túlhevíteni. Nem tudom ezt, technikailag, <laughs> bocsánat, Ebbe nem tudok állásfoglalni, foglalni, igazából ha azért vannak a technikai szakemberek, hogy ezt, ezt, megmondják, szerintem sokan dolgoznak most ezen, hogy valóban kiderítsék, hogy elég a létünk akkumulátor, vagy kell bele a és ha igen, milyen, hogy azt, ugye, ugye voltak a hírek, hogy repülőtéri direkt átvitték a csipogót, hogy a kutyák észrelik-e, de ekkora mennyiséget úgy tűnik, hogy még ha volt is benne robbananyag, akkor nem észlelnek. Ez is tanulságos egyébként. Igen, és ugye, most tovább gondolja, ugye, hogy most minden technikai eszköz megnéz mert ha a csipogókba, a csipekbe bele tudták tenni, akkor, akkor lehet, hogy a monitorokban is benne van, vagy a laptopokban is benne van, vagy vagy minden eszközünkben, tényleg a kávéfőzőbe is, abban meg még többet is el lehet rakni. A nagyobb, tehát abban még nagyobbat lehet tenni. Ugye, ugye klassz... Mert hogyha ezt megcsinálták a libanoniakkal, akkor igazából ha nagyon, most gondolom mindenki megnéz mindent, de hogy akkor ezt bármelyik országban meg lehet csinálni, és azért az sok mindent megfordíthat. Abszolút, és a média is bajban van. Ugye, ha ha jól emlékszem, akkor a Moszutot ölték meg így Afganisztánba, hogy a tévékamerába tették a fegyvert, és amikor a felvitelt volna, akkor iktották akkor, ki. E, 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 úgyhogy most e, e hogy mondjam, tehát a harcászatilag ez, hogy most nagyon ébernek kell lenni, és mindenre kell figyelni, ez megint elvonja a figyelmet, ugye adott esetben a lényegtől, hogy a műveletet hogyan kell végrehajtani. Úgyhogy ilyen szempontból a vezetés megbontása, amellett, hogy kiiktatta a középvezetőket, és magát a vezetés rendszerét iktatta ki, vagy lassította le Izrael ebben az akcióban, ezt nagyon sokáig fogják tanítani a különböző katonai és szolgálati iskolák Na, ilyen Stoltenberg-el folytatnám a leköszönő NATO főtitkár adott egy interjút az Interfax Ukrajna hírügynökségnek. Ebben arról beszélt, hogy a NATO tagállamai döntenek arról, hogy kap-e Ukrajna meghívást a szövetségbe úgy is, hogy területének egy része orosz megszállás alatt van. Azt mondta, hogy ha azt mondjuk, hogy Ukrajna csak is akkor lehet a NATO tagja, ha véget ér a háború, és Ukrajna visszaszerzi ellenőrzését teljes területe felett, azzal a háború folytatására ösztönözök Vladimir Putin orosz elnököt. A fő üzenetem azonban az, hogy a NATO biztonsági garanciái jelentik a tartós és igazságos béke eléréséhez vezető utat Ukrajna számára ugye körülbelül, mint az is azt szerette volna, hogy Ukrajna soron kívül kapjon felvételt a NATO-ba, állítólag ezt még a győzelmi terve is tartalmazza. Te hogy látod a Mark Rutte féle új NATO-nak, mi lesz a koncepciója a Ukrajna kapcsán? Megszekhetik-e azt a régi szabályt, hogy konfliktusban álló országot nem veszünk fel a NATO-ba? Szerintem nem fogják. De Stoltenberg azért mondta, mert neki már mindig. Hát ő leköszöntő, ő még egyszer mondani akart egy nagyot, majd ő megmondja a megoldást, és közben nem veszi figyelembe, hogy esetleg a saját országának, és a NATO tagországonnak igazából mi az érdeke. Nem véletlen, hogy eddig se vették fel. Miért kellett várni? 24 van, 22-ben indul. Lassan kettő éve folyik a háború. Tehát ha igazán akarták volna, akkor, akkor ez, már, ez már megtörtént volna. És igazából akkor a változás nem történt a háború menetébe hogy most valami újat találjanak ki. Stoltenberg, amíg, amíg beosztásban volt, addig nem sikerült elérni. Most leköszönve a köve hirtelen előkerül a zsebéből. És ugye nyilván Ukrajnának nyilatkozta ezt. Tehát ez az olcsó, ez az olcsó népszerűség. Persze, ez az olcsó népszerűség, szerintem semmi más, nem lenne szabad. Ő még egyszer Beszéltek, mi is beszélünk róla, ez neki most pont elég ahhoz, hogy jó legyen. Látjuk azért a NATO tagországoknak a véleményét, a konkrét megnyilván, még az Egyesült Államok is azt mondja, hogy nem akar venni benne. Támogatja, persze, hogy támogatja, az európai most támogatja. Ugye beszéltünk már korábban arról, hogy a cseh miniszterelnök, aki korábban vezérkastőnök volt, ő vetette fel, hogy lehet, hogy Ukrajának el kell fogadni, hogy a hogy nem tudja azonnal visszaszerezni minden területét. Egyrészt óriási felháborodást keltett ezek, a mondatok, hiszen gyakorlatilag az alapelveinkkel ez ellentétes, másrészt mutatja a katonai realitást. Illetve nem tudom, hogy nem csak szellőztetik-e, mérik az össz európai társadalomnak a véleményét arról, hogy el tudnák-e ezt fogadni, vagy nem. De baj az, hogy nem Európának lesz elfogadni a nap hanem Ukrajnának az ukrán embereknek kell elfogadni, vagy tudomásul venni, attól függ, hogy a háború menetek mit fog okozni. Azon gondolkodtam, hogy ha viszont Ukrajna ilyen tényleg összeomlás szélére kerül, vagy a totális vereség irányába, akkor kaphat-e még valami olyan segítséget a nyugattól, hogy ez ne történjen meg, vagy lassabban történjen meg, hiszen azért mégiscsak a nyugat buzdította Ukrajnát arra, hogy ha ők kitartanak, akkor támogatni fogják pénzzel, fegyverre, talán emberrel nem. Igen. Ezek a támogatások is mindig mennek szóba, aztán látjuk, hogy néha eszközökbe is megjelenik, de katonákban nem jelent meg. De ezt tudtuk, hogy az elején hogy katonákban nem fog megjelenni. Tehát ha, az ukrán vezetés azt gondolta, hogy ebben lesz változás, akkor rosszul gondolta. Mert vannak katonák, ugye a Pentagon is bejelentette, hogy növeli az amerikai katonák számát a nagykövetségükön azért, hogy tudják ellenőrizni a fegyvereket. Tehát, tehát van nemzetközi katona deklaráltan is a Ukrajnába, de nem végez harci tevékenységet. Legalábbis nyíltan. Ebben, ebben nem lesz változás. És az a baj, hogy, hogy az Egyesült Államok nem először csinálja ezt a világon. Hogy ígér valamit, oda is megy aztán utána évek múlva ott Nem olyan régen jöttünk ki, a is távol. Láttuk annak idén Vietnámot. Oda ment, hogy majd segítünk, majd minden megadunk. Oda, oda még katonai erővel is bement egyébként. Ennek ellenére hagyta ott a nap végén úgy, hogy nem érte el a célját. Ez a veszély Ukrajnának is benne van sajnos. Csak hát utólag könnyű okosnak lenni abban a, a hívben, nyilván, hogy meg kell védeni az országunkat, akkor ők megtettek mindent, hogy, hogy, hogyha, ha drasztikusan változik a, a katonai helyzet Ukrajnában, hogy akkor mi lesz a nyugatnak a reakciója, ez egy óriási kérdőjel, de én nem gondolom, hogy, hogy Ukrajna egészét Oroszország el akarja foglalni. Nem ez a célja a donbass szeretné, amennyire egy. Az elején elmondta, ha? hogy neki mi a célja, és ugye azt mondják, hogy béketárgyalás akkor lesz, hogy hogyha ő a saját céljait eléri. Ez sem biztos, hogy így van. Ez is árnyalható majd, ahogy megy előre a világ. De látjuk, hogy 25-ös nyílt forrásból lévő védelmi költségvetése az 6,2% az orosz GDP-nek. Nettó ugye olyan 130-140 millió dollár, ugye? Vagy milliárd dollár nem látom azt a segélyt, hogy a másik oldalról ugyanez megjelenne. be. Beszélnek itt 50-60 milliárdakról. Hát az pont a fele. Még akkor is, hogy még hozzáteszünk valamit. Tehát Oroszország továbbra is áldoz, és többet tud áldozni erre a háborúba, háborúra, úgy tűnik, mint Ukrajna, és amennyit ugye az Észak-Atlanti térség az képes még összelapátolni nekik. Ekközben Magyarországja járt André Szibia, Ukrajna külügyminisztere, az új külügyminiszter, és találkozott Szijjártó Péterre. Szijjártó Péter elárult, hogy először Magyarországra akart egyébként jönni a beiktatása után a külügyminiszter kollégája, aztán végül technikai okok miatt nem ez volt az első látogatás, de hogy nagyon értékeli a szándékot. Beszéltek többek között a magyar-ukrán együttműködésről, az oktatás kultúra közigazgatásnak a területén, az anyanyelvhez való hozzáférésről, ami nagyon fontos kérdés, és erre vonatkozólag egy 11 pontos megoldási javaslatot terjesztettek Ukrajna kormánya elé, ennek megvitatására a munkacsoportok jöttek létre, amelyek működésének felgyorsításában állít, állapodtak meg, illetve Szijjártó Péter arra érte Szibihát, hogy magyar, nem bocsánat, Szibia Szijártó Péter, hogy nem. Szijjártó Péter Szibiát, bocsánat, hogy ahogyan Magyarország is biztosítja az energiaszállítások teljes kapacitását Ukrajnába irányulóan, úgy Kijev is tartózkodjon a jövőben az egyoldalú hirtelen lépésektől, amelyek veszélybe sodorhatják hazánk ellátását. Úgy tűnik, hogy ez egy jó hangulatú találkozó volt. Változhat-e az ukrán-magyar viszont? Változni a egymás mellett élünk. An annak idején a 21. decemberébe jött el hozzánk a védelmi miniszter, meg a vezérkarfőnök. És akkor a, a, honvédelmi miniszter, a Benkő miniszter úr ugye azt mondta a ukrán védelmi miniszternek, hogy a figyeire szerintem jobb egy közeli jó szemszéd, mint egy távoli kétséges barát. Szerintem zseniálisan összefoglalta a miniszter úr akkor azt, hogy merre kellene menni, és úgy tűnik, hogy a, a külügyminiszterünknek köszönhetően ez a, ez a kommunikáció elindult. Nyilván ehhez kellett egy új ukrán külügyminiszter is, aki máshogy látja. Látják, hogy, hogy a Magyarország a, a, a szövetségi rendszerben elfoglalt helye miatt továbbra is útfontosságú, ukrán szempontjából is és mindig megvádolnak minket, hogy nem támogatjuk annyira Ukrajnát, meg, meg, mi orosz barátok vagyunk, ez egy nettó hülyeség, szerintem. De azért szállítjuk a legtöbb báromot például. Így, így van, a Az, az, hogyha a fegyverszállításban nem akarunk uh, uh, belefolyni, az egyértelmű, hogy deklaráltuk az elején. Ettől függetlenül szerintem Ukrajna uh, elég sok támogatást kap a Magyarországtól is. És nyilván viszonossági alapon semmi más nem kérünk, csak ugyanazt a tiszteletet, amit mi az ukrán embereknek adunk itthon. ez, ez a tiszteletet kérjük a Ukrajnában élő magyar embereknek. Ezt megértette az akkori védelmi miniszter, is, a vezérkasszony -e meg pláne. Tehát ő azért máshogy látja ezeket a dolgokat, mint, mint a politikusok. Mi Biztos... Keraszivov volt akkor? A, ő az orosz. Én a nálam most hát a... zal Zaluzs... Zaluzs... volt akkor. Így, így, így. Ő volt. E, ő, ő máshogy látta nyilván ezeket a dolgokat. Ő e, katonai szempontból nézi, meg az embereket nézi, hogy a politikát ember, mi nem kevertük bele. És remélem tényleg, hogy elindul ez, mert tetszik, nem tetszik, egymásra vagyunk utalva az élet számtalan területén. Úgyhogy úgy, én nagyon bízom benne, hogy új lendületet kap, és pozitív lendületet kap az ukrán-magyar viszony, mert még egyszer szomszédok vagyunk. Újabb hallgatói kérdéssel ö, így szól. Üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, ön Tamást és Ruszin Szendi Romon, Rusz, Romulus tanár urat. most már tanár úr is, vagy igen. Most igen, ez, ez jó. Az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban kérdezni Maltábor nagy urat, saját véleményem, hogy ezt a háborút nem katonai művelettel, műveletekkel fogják megnyerni, hanem a hátország fog összeroppanni, feladni a harcot. Az lenne a kérdésem, hogy ön szerint az ukrán vagy az orosz nép bírja tovább ezen megpróbáltatásokat? Persze az ukránok nehezebb helyzetben vannak, mivel náluk szabadabb a sajtó, és a civilek nagy része már elhagyta az országot. Az az orosz történelemből lemből tudhatjuk, hogy hiában van nagyon erős karhatalma az orosz államnak, ha a népnek elege van, képes elsöpörni azt. Válaszált előre, és köszönöm tisztelettel Surányi Attila. Attila összefoglaltad a Klausovici háromszögnek az értelmét, ugye ezt nagyon sokszor elmeséltem már, hogy a, a a kormányzat, a haderő és a társadalom, ami akarja a háborút, addig a, a dinamikája nem fog változni. És mindig a társadalom egyébként a mérnök a kormányzat azért dolgozik, hogy a társadalomnak meggyőződjön, hogy támogassa a haderőt és a haderő akciót, a haderőnek meg kell csinálni a dolgait. Hogyha a fronton akkora változás van, akkor nyilván ez történhet, dinamikai változás. A másik legfontosabb a társadalom akarata. Most úgy tűnik jelenleg, hogy mind a két társadalom akarja még. A, ami, amit mérünk, és megint csak a nyílt információ, hogy a, a, az ukrán társadalomban vannak nagyobb kétségek, mint az oroszban Ugye ezért Mondtam én, hogy ezért volt veszélyes a Kuszki offenzíva, igazából, mert az nem eltérítette az orosz társadalmat, hanem felerősítette annak akaratát, hogy, hogy a, a, a kijevi végrehajtó hatalmat azt le kell cserélni, mert lám, még Oroszország területére is bejöttek. nem csak a, a különleges katonai műveletben az ő szempontjukból akadályozzák azt, hogy az orosz emberek azok Oroszországhoz tartani. Utána úgy tűnik, hogy nincsen. Persze, mindig, ez soha nem száz százalék egyik társadalomban sem. De az ZÖM úgy tűnik, hogy továbbra is támogatja Putyinnak ezt az akcióját. Az ukrán társadalom azért van nehezebb helyzetben, mert eleve sokan elmentek. Ugye ez Oroszországról annyira nem mondható, bár ott is vannak hírek arról, hogy a fiatalok azért kerülik azt, hogy a bevonuljanak, de nem akkor a nem akkor a számban, nem akkor a százalékban, mint az ukrán társadalom. És fogynak. Az a baj, hogy ugye nem olyan régen jelent meg egy elemzés a veszteségekről, ami vagy igaz, vagy nem, de arányait tekintve a valószínűsíthető, hogy igaz, hogy gyakorlatilag kétszer annyi a, a Ukrajna vesztesége, mint az oroszoké. Ugye sebesültbe és halottba számolják. És ha megnézzük a létszámot, hogy ki van mögötte, hogy ki tudja ezt pótolni, és mennyivel, az megint egyértelmű az a baj, hogy az oroszoknak fog kevezni. Ugye most hirdette meg Putyin, hogy plusz 130 ezer katonát fog a frontra küldeni. Vagy különleges katonai művelet. Erről a múltkori arákban beszéltünk már. Ukrajnában nem nagyon látszik ez a plusz 130 ezer ember. és azért mondom, ezt már látszik, hogy a Kurszki-offenzívába a meglévő frontról kellett kivonni erőket, ahhoz, hogy egy, hogy egy új offenzívát is. Úgyhogy á, sajnos most úgy néz ki a helyzet, hogy, a, hogy a, az ukrán társadalomnak kezd elfogyni a türelme, és nem az orosz. Mert Moszkva is néha veszélyben van. Ugye jönnek, hogy drónokat küldenek oda, Uh, mélységben csapások vannak, uh, lőszergyárak, uh, lőszerraktárakat uh, sikerül felrobbantani, na de kiér meg állandó nyomásokat? Hát Ha csak a két főváros nem, és akkor még a többi területről nem is beszéltem, hogy ki hogy érzi, melyik társadalom hogy érzi a bőrén, hogy ő háborúban van, <coughs> hol kell energiát korlátozni, mert, mert nincs állandóan uh, elektromos áram, de nehezebb az élelmiszerbeszerzése, a két ország gazdaságát, meg ha összehasonlítjuk, Ukrajna gyakorlatilag cikkek jelentek meg róla, hogy gyakorlatilag technikai csődben van. Ezért is kell a segély. A Oroszországnak meg a bevételei azok nőnek, GDP 6,2%-át tudja ő erre a háborúra fordítani. Nagyon szépen köszönjük a válaszokat. Ez volt a mai adásunk itt a parancsnoki szemlében Ruszin Szendi Romulus Szaltábor és várjuk a hallgatók kérdéseit TV per kérdések. Most is nagyon sok maradt, úgyhogy a következő adásban majd erre is sort kerítünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk, hiszen folyamatosan történnek az események, mi pedig itt vagyunk és elemzünk, és ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszonthallásra!